Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetésből megtudhatják, mit tehetünk azért, hogy megvédjük otthonunkat, amíg nyaralni megyünk. Köszöntöm a stúdióban Gyuris Mónika rendőr, főhadnagy, megerőzési főjelöldöt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Például az üresen hagyott lakások vonzzák a bűnözőket, ugye a nyaralás ideje alatt, amikor elmegy valaki, ám létezik ez a bizonyos ingatlan felügyelet. Mit kell erről tudni? Ennek a pontos megnevezése, ez a nyaraljon nyugodtan, tudja nyugodtan biztonságát, ez arról szól, hogy a Veszprémi rendőrfőkapitányság egy szolgáltatást talált ki, pont erre az ilyen időszak, amikor elmegyünk nyaralni, vagy hosszabb időre őrizetlenül hagyjuk lakásunkat, családi házunkat. Egy igénylőlapon lehet ezt kérni, megjelölve a távollétünk pontos időtartalmát, meg kell adnunk a személyes adatainkat, a távollétünk alatt megbízott személy, szomszédot vagy bizalmi személynek az elérhetőségét, akit esetleg baj esetén értesíthetünk. Ez heti egyszeri alkalomról szólna, teljesen ingyenes, díjmentes. Kimegyünk az ingatlanhoz, körbejárjuk a nyílászárókat, leellenőrizzük az ajtók épségét, állapotát, ezt mind leellenőrzik, és nemleges esetén írunk egy ilyen jelentést úgymond róla, hogy tényleg nem történt semmilyen behatolás. Amennyiben bármit észlelünk, akkor ezt a bizalmi személyt vagy szomszédot értesítjük, akár egy csőtörés esetén is jó, hogyha valakit megbízunk, esetleg neki hagyunk egy kulcsot, akkor könnyedén be tud jutni a lakásba, a házba, és el tudja hárítani a problémát. Tehát, ha jól értem, akkor rendőrségnél lehet igényelni ezt a szolgáltatást. Be kell menni személyesen, van valami útja, módja ennek nyilván? Igen, be kell fáradnunk a jelen pillanatban az Ajkai rendőrkapitányságra, ki kell töltenünk ezt az igénylő lapot. Itt az igénylő lap átadása során be kell mutatni személyigazolványunkat, lakcímkártyánkat, ami arra bejelentett ingatlanra szól, és akkor onnantól kezdve egy megjelölt időtartalma, ami heti egyszeri alkalommal kimegyünk, és ellenőrizzük az ingatlant. Azért az valamilyen biztonságot ad mindenféleképpen, úgy gondolom, annak, aki elmegy nyaralni, nyugodtabban nyaral, és ugye ne tegyük a kulcsot a lábtörlő alá, gondolom. Igen, sem a világcserép alá, hanem a kulcsot ne is hagyjuk ott, hanem mindenkinek legyen saját kulcsa, még akkor is, hogyha elmegyünk dolgozni, vagy bármilyen szabadidős tevékenységre. Mennyivel előbb kell bejelenteni nyaralás előtt, mennyivel előbb kell bejelenteni ezt az igényt? Lehetőség szerint minél hamarabb, de az az időtartam, amit mi azt mondom, elfogadnak tartunk szolgáltszervezés miatt, és az az egy hét. Tehát teljesen ingyenes, semmi vonzata nincs. Mindössze ki kell tölteni egy űrlapot, és akkor ez működik. Amit még elfelejtettem mondani, hogy meg kell adni egy jelszót, esetleg ha nem adunk meg bizalmi személynek az elérhetőségét, akkor fölhívjuk a lakás családjász tulajdonosát, és megkérdezzük, hogy akkor mi a jelszó. Ha ez helyes, egyezik, akkor ugye tudunk vele további kommunikációt folytatni. Hogyha véletlenül ne is valami történik, ugye akkor önök tudják értesíteni. Nyaraláson azon nagyon sok más veszély is leselkedik még. Utazás esetében valaki külföldre utazik, pénzváltásra gondolok. Mire kell figyelni itt? Pénzváltás esetén ne álljunk szóba utcai pénzváltókkal, hanem még akkor sem, hogyha nagyon kedvező az ajánlat a hivatalos pénzváltókhoz képest, hanem vigyünk magunkkal megfelelő valutát, megfelelő mennyiségbe, és ugye az országnak, az adott ország megfelelő nembe. Lehetőség szerint bankba, posta hivataloknál váltjunk, vagy utazási irodáknál, ne utcán. Mi szokott történni utcai pénzváltóknál egyébként? Miért veszélyes ez? Könnyen átvághatnak minket, becsaphatnak, vagy esetleg hamis pénzt adhatnak át, amit ugye fizetés úgymond nem alkalmas. Van egy ilyen bűnelkövetés is, amit úgy hívnak, ugye, hogy műszaki hiba színlelése az úton. Ezzel kapcsolatban mire kell figyelni? Igen, itt ami a köznyelvben is elterjedt, hogy a trükkös lopások is nagyon sokszor így is ugye elterjednek. Tegyük fel autópályán, ugye integetnek, hogy lapos a kerék, vagy ég valami hátul, megállunk, hirtelen kiszállunk, és ugye az anyós ülésről másik elkövető elviszi az értékeinket, kézitáska, autótáska, úgyhogy nagyon figyeljünk oda még akkor is, esetleg ha csak bevásárolni megyünk, akkor se adjuk az első ülésen, vagy őrizetlenül a kézitáskát, hanem tegyük be a csomagtartó, és ugye kontrollálni tudjuk a bepakolás alatt is az értékeinket. Azért az elég két arcú dolog, két élő dolog, hiszen ha valakit látjuk, hogy bajba jutott, és megállunk, vagy ne álljunk meg, vagy hogy van ez akkor? Igen, nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az, aki becsap minket, és ki az, aki tényleg valójában bajban van. Lehetőség szerint persze álljunk meg, de ha meg is állunk, akkor zárjuk le az autót, és úgy menjünk oda kérdezni, hogy milyen probléma van, baj van. Vagy valaki nyilván marad a kocsiban. Igen, aki ugye figyel az értékekre. Aki figyel az értékekre, odafigyel, így van.
Csomagtartóban biztonságban minden, tehát egy beteszik a csomagtartóba, lezárjuk, és akkor onnantól kezdve nyugodtak lehetünk. Az egy tévhit, hogy a csomagtartóban hagyott értékek ugye biztonságban vannak. Az nagyon fontos, hogy tényleg szem előtt ne tartsunk semmit az utastér, viszont a csomagtartóban tartott értékeink esetén, és ugye lehetőség szerint ne hagyjunk nagyobb értéket ott. Utazás előtt a podgyászainkat előző nap éjszaka ne vigyük le, mert az bárki kifigyelheti, és az ott hagyott értékeket ugye eltulajdoníthatja belőle. Sőt, olyan esetek is előfordultak, hallottam ilyet, hogy az úton, mikor piros lámpánál megállnak, vagy egy városban megállnak, akkor hátulról beverik a hátsó ablakot, beverik az oldalsó ablakot, és amit ott hagytunk, azt elviszik. Ezek valóban megtörtént esetek? Valóban megtörtént esetek, de nem itt a környéken, inkább a fővárosban. Tehát erre is figyeljünk. Erre is figyeljünk, hogy ne az anyósülésre tegyük a táskánkat a piros lámpánál, hanem tegyük le mondjuk a gumiszőnyegre. Mondjuk mi menet közben sem. Az, hogy esetleg menet közben valaki beüti az üveget, vagy a nyitott ablakon keresztül benyúl és elviszi. Menet közben se csináljuk. Hát, én is inkább külföldre gondoltam, onnan hallottam ilyeneket, hogy ilyen esetek megtörténnek külföldön, nem ittak a környékén. Strandolás. Nyilván ilyenkor nagyon szívesen megyünk a vízpartra, strandra. Strandlopások. Nagyon gyakoriak, mindenfelől előfordulnak. Fontos az, hogy tényleg pénzt annyit vigyünk, ami arra a napra szükséges, többet felesleges, műszaki cikkeinket inkább adjuk otthon. Ha el is menjünk strandolni, akkor többen menjünk el, egy valaki mindig maradjon ott és vigyázzon az értékeinkre. A törölköző alatt hagyott értékeinket se tudjuk így biztonságban, ha ott hagyjuk őrizetlenül. Ha valaki letakarja a törölközővel, attól még nem tudjuk megóvni. Nem tudjuk, nyugodtan elviheti valaki. Jó. Gondolom, tolvajok figyelik azért az embereket. Ugye? Igen, tehát ők is többen dolgoznak, ugye egy eltere a figyelmet, másik már is viszi az értéket. A zseblopás, tolvajlás mennyire gyakori jelenség? Ugyanúgy gyakori, mint egy fő itt a strandlopás. A zseblopás is ugye találkozunk olyan helyen, ahol több embert vonz, nagyobb tömeg van, jelen itt minden esetben figyelnünk kell, hogy az értékeinket ne a ringzsebbe tegyük, hanem minél jobban elrejtett helyre, kézitáskába, amit a testhez közel tudunk szorítani, vagy belső zsebbe, de ne olyan helyen, ahol csak oda nyúlnak és viszik is. Itt a test közelségre úgymond az ember nem számít, hogy bármi baj történhet. Tehát azt hiszem, hogy mindennek az alfája és omegája az, hogy nagyon figyeljünk. Igen. Nagyon figyeljünk mindenre, és hát el kell úgymond rejteni az értékeinket sajnos, hiszen figyelhetnek minket, és ugye nem veszük észre, hogy általában, hogy figyelnek minket, gondolom én. Mert amire utaznak a bűnözők, ugye ez az ékszer, drágább műszaki cikk, készpénz, ugye, amit könnyen lehet értékesíteni, és könnyen fel lehet használni. Még egyszer akkor mondjuk ezt az ingatlan felügyeletet, mert azt hiszem, hogy ez sokakat érdekelhet. Tehát hogy lehet még egyszer igényelni? Ez egy szolgáltatás, befáradunk az Ajkai Rendőrkapitányságra, kérünk egy ilyen igénylő lapot, amin bejelentjük, hogy milyen időtartalma szeretnénk a lakásunk, családi házunknak a védelmét kérni. És akkor a heti egyszeri alkalommal kimegy a rendőr, leellenőrzi a nyilázárok állapotát, és ha mindent rendben talál, akkor ír róla egy feljegyzést, egy jelentést, hogy mindent rendben talált. Amennyiben az utazásunk esetleg lerövidülne, hamarabb haza kell térnünk, akkor ezt is jelentjük le minél hamarabb, és akkor az ellenőrzést azt befejezzük. Megszűnik, így van. Hát bízunk benne, hogy semmi baj nem fog előfordulni, mindenki óvatos lesz, és köszönjük szépen a tájékoztatást. Nagyon szívesen.